Több mint 115 ezer háztartásban nincs folyóvíz, és több mint 150 ezer háztartásban nincs meleg víz, WC vagy fürdőszoba. Egyebek mellett ezt tartalmazza a Habitat for Humanity kutatása a magyarországi lakhatási szegénységről. A Híradónak nyilatkozó szociálpolitikai szakértő szerint ennek ellenére a legszegényebb rétegek jellemzően mégis kormánypárti szavazók, ők félnek ugyanis legjobban a változástól. Hideg otthonában melegíti a lecsót ez a Bocskai kerti lakos. A Debrecen melletti településen élő férfi jelenleg fát próbál szerezni, addig fagyoskodni kényszerül. Most nincsen semmi jövedelme. És akkor hogy él meg? Hát ezek ülök is kétkezi izékben, meg van itt egy szomszédasszony, aki úgymondva gondoskodik róla, miután ez az egészségi állapotom olyan. Nógrádban is sokan élnek rossz körülmények között, omladozó falu, fűtetlen házakban. Hát a tető, ami legjobban. Tönkre van menve, de olyan szinten, hogy ma belül a szobában ma omladozik a mennyezet. A Habitat for Humanity igazgatója úgy látja, a lakhatási szegénység egyre nagyobb probléma Magyarországon. A szegénységi küszöb alatt élők 40%-a az olyan lakásokban él, ami minőségileg problémás. Beázik a tető, penészesek a falak, nagyon rossz lakáskörülmények között élnek, akár túlzsúfolt lakáskörülmények között. És talán ezt már elég sokszor elmondtuk, de az az adat az megdöbbentő, hogy a magyarországi lakásállomány közel háromnegyede energetikai szempontból nem korszerű. Több százezer embernek hiányoznak olyan alapvető dolgok, amik milliók számára magától értetődőek. Még mindig több mint 100 000 háztartás van olyan Magyarországon, ahol nincs vezetékes víz, nincs WC, vagy nincs kiépített fürdőszoba. Szegfalvi Zsolt hangsúlyozta, ezekben az ingatlanokban laknak is, nem üresen állnak. Egy további példa a lakhatási szegénységre a rossz fűtés. 2021-ről 2022-re 4,7%-ról 8%-ra nőtt a nem megfelelően fűtött lakások aránya. A Párbeszéd Híradónknak eljuttatott közleménye szerint előző télen 128 személy hunyt el kihűlés miatt. 60%-ukat magánterületen, feltételezhetően a saját ingatlanjukban érte a halál. A szociálpolitikai szakértő szerint több oka is lehet annak, hogy a legszegényebbek jellemzően a kormánypártokra szavaznak. Nagyon sokszor azt tapasztalható, hogy azok tartanak legjobban a változástól, a bármiféle társadalmi politikai változástól, akiknek a legkevesebbjük van, mert ők azt élik meg, hogy ha egy picit is vesztenek majd egy esetleges változáson, akkor az a pici őket a semmibe taszítja. Lakner Zoltán hozzátette, legalább akkor a baj, hogy Magyarországon a szegénységben élők kitörési esélyei nagyon korlátozottak. A Kormányzati Tájékoztatási Központ Híradónknak azt írta, a Habitat egy Soros által finanszírozott szervezet, ezért támadja a kormány lakáspolitikáját, és a baloldallal együtt ingatlanokat adná át a bevándorlóknak. Mint írják, a kormány minden eddiginél több pénzt ad a gyermekes családok otthon teremtésére, a magyar családok pedig Európa legalacsonyabb gáz- és áramárát fizetik.